Száraz tészta, több kilogramm liszt és fertőtlenítőszer is került azokba a csomagokba, amiket a szekszárdi önkormányzat az egyik helyi áruházzal összefogva nehéz helyzetben levő embereknek oszt ki. 700 olyan család kapott ebből az adományból, akikkel régóta kapcsolatban állnak a Humán Szolgáltató Központ munkatársai, és további 300 csomagot juttatnak, el olyan családokhoz, akik most kerültek nehéz helyzetbe. Ehhez a szociális rendeletet is módosítani kellett, mondta Ács Rezső szekszárd polgármestere. Ahhoz, hogy ennek a feltételeit megteremtsük költségvetési és jogszabályi oldalról is, az módosítani kellett Szekszárdon a szociális rendeletet. Ilyen esetben most ugye vészhelyzet esetben a polgármester egyszeműben dönt erről a kérdésről. Ezt a döntést meghoztam, ezzel teremtettem meg a lehetőséget annak, hogy ezt a támogatást a szekszárdiak számára, rászólók számára biztosítsuk. Az 1000 csomag összeállításán 20 munkavállaló dolgozott. A csomagokat folyamatosan szállítják ki a rászoruló családokhoz. Próbáltunk alapvető élmiszert beletenni, tisztálkodószereket, olyat, ami a napi használatban hasznos lehet az embereknek. Került bele húsvéti sonka is, ami pozitív visszajelzést kaptunk is róla, hogy nagyon örültek a sonkának. A polgármester kijelentette, ha szükség lesz rá, további adományokat oszt ki az önkormányzat a nehéz élethelyzetbe kerülő embereknek, akik a szekov@szekszárd.hu e-mail címmel jelezhetik az önkormányzat szociális bizottsága felé, hogy igényt tartanak a segítségre, akár segélyezésről, akár lakhatásról, vagy éppen a mindennapi túlélésről van szó.